Ha nincs egy profi stúdió körülményünk, akkor egy jó minőségű hang egyszerűen nehéz. Egyetértesz ezzel, vagy csak én vagyok vele így? Úgy értem, hogy annyi opciónk van, puska mikrofonok, csiptető mikrofonok, vezetékes, vezeték nélküli rendszerek, és még akkor is, hogyha rengeteg pénzt költünk rá, nem biztos, hogy megfelelő lesz ez a hangminőség. Például évekig használtam, használom a Rode Wireless Go-t, de a hangzás az egyszerűen nem tökéletes. Ugyanakkor, ha meg már befektettél és költöttél pénzt különböző XLR-es mikrofonokra, azokat hogyan kötöd össze? A, egy külső felvevővel, vagy akár a kameráddal. Erre a két problémára válaszol a Meki az Element Wave szériájával. Ma arról fogunk beszélni, hogy ez a két a baromi király termék, az Element Wave Love, ami egy vezeték nélküli ilyen csiptető mikrofonos rendszer, és az Element Wave XLR, ami ugyanúgy vezeték nélkül egy XLR-es mikrofon tud összekötni bármivel. Mi a jó bennük? Mindent át fogunk beszélni, de először intro. Disclaimer, a Meki elküldte nekem ezeket a termékeket, de semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok róluk, hogyan mutatom be, tehát amit hallasz, az az én saját őszinte véleményem. Az elején hadd spoilerezzem az egészet. Nagyon jó, minőségű, és mindaz, ami nekem nem tetszett a Roadwire lesz góban, a Meki egyszerűen jobban csinálja. Kezdjük a csomagolással. Mind a kettő vév termék egy nagyon jó hordozható kis táskával jön amivel ki van alakítva minden egyes rész, az összes kellék, amiből van TRS, téreres csatlakozó, USB-C kábel, mindegyik nagyon magas, minőségű vastag, ami már ugyanúgy egy ilyen upgrade tekinthetünk rá a ródhoz képest. Nem csak minőség tekintetében, hanem árazásban is, hiszen ez mind benne van az alapárban, nem kell külön megvenni. A wave egyszerűen jól kezelhető egy többszint mutató LED státuszindikátor, és egyszerre hat rendszer tudsz egy helyszínen csatlakoztatni hozzá. És az USB-C-vel tölthető, ami igazából 7 óra felvételt biztosít egy töltéssel. Amúgy magán a rendszeren van egy bemeneti port, amivel csatlakoztatjuk az eszközhöz, tudjuk beállítani, hogy milyen hangos vagy halk legyen, és még van rajta magán az eszközön egy mute gomb, tehát lenémíthatjuk magunkat, és a receivernek, tehát ami maga a, a, amivel ugye csatlakoztatjuk a kamerába, ezt most jól elmondtam, van rajta egy monitor port, tehát már egy fejhallgatóval, fülhallgatóval tudjuk egyből hallani, hogy megfelelő -e az a hangzás, amit felveszünk. Részleteiben először beszéljünk az Element Wave Love verzióról. nagyon kompat van szó, vezeték nélküli, és pontosan az olyan tartalomgyártóknak készült, mint te és én. Ahogy a Meki oldalán van, wireless without hustle, tehát hogy minden egyes komplikáció nélkül vezeték nélküli, és szerintem pontosan ezt oldották meg, hogy bárhol, ahova megyünk, ne kelljen vele bajlódnunk. Már egy jó pár hete használom a Wave Love rendszert, különböző fizetett és saját magam felvételőre is használtam, és mindig nagyon magas minőséget biztosított. Nagyon tetszik az, hogy minden ott van a dobozban, nagyon egyszerűen lehet összekapcsolni okostelefonnal, tablettel, kompjúterrel, kamerával, és maga az a hangminőség, ami a legfontosabb, az mindig magas minőségű. Fogunk csinálni egy perc múlva egy hangtesztet, összehasonlítás, de előtte beszéljünk magáról a setupról és a funkciókról. Tényleg pillanatok alatt össze lehet kapcsolni, bekapcsolni, nem kell ahhoz egy ilyen audio gurunak lennünk, hogy értsük a működését, de ha ez érdekel, egy digitális 2,4 ghz sávon mozog, és ahogy mondtam, 7 órán át működik az aksia. Most beszéljünk az Element Wave XLR-ről, de előtte hadd mondjak el egy történetet, hogy ahogy minél inkább belecsöppentem ebbe a videózás hangfelvevős világba, egyszerűen éreztem azt, hogy az olcsó mikrofonok azok nem pályák. Nem jó a hangminősége, és úgy érzem, hogy nem szabad ilyen irányba menni, vagy úgy éreztem, és azért vettem is XLR mikrofonokat. Például most a tényleg abszolút király, Szenhelyzer, MKH 416-on keresztül hallasz, de amúgy itt van mellettem az ugyanúgy legendás sor SM7B. Ezek nagyon jó minőségű drága mikrofonok XLR csatlakozóval, és vannak olyan esetek, amikor szívesen vinném magammal, de a probléma ugye az, hogy hogyan csatlakoztatom az XLR miatt a kamerához. Egyszerűen megint bonyolult. És itt jön a képbe a Wave XLR, amivel nagyon könnyen lehet egyből a kamerába összekapcsolni az egészet, és még ugye egy drót nélküli rendszert biztosít nekem, nagyon profi hangzással. Amúgy nem csak ilyen puska mikrofonnal lehet összekapcsolni, bármilyen xlr mikrofonra, mió interjúkra, bármilyen... Beszéd felvételére, de akár zenei különböző szenáriókban is használható. Most pedig nézzük meg, hogy milyen a hangzása. Eddig, ahogy mondtam, a Sennheiser MKH416-on keresztül hallottál, ami az Audient Evo 8-on keresztül vesz fel a számítógépembe. Most átváltottam a Meki Element Wave lavra, itt látod rajtam, ez konkrétan egyből a kamerába vesz fel. Ilyen a hangja. Egy pillanat, most kicseréltem a Meki Element Wave XLR-re, és azon keresztül hallasz a Sennheiser MKE 600-assal, ami egyből így most a kamerába tud felvenni. Melyik hangzik jobban? Melyik tetszik neked? Kérlek írd meg kommentbe a véleményedet, ami tudja a kommentet, ha nem tudnád hol van, a like balap található, amit hogyha tetszik ez a videó, akkor nagyon megköszönöm, hogyha benyomsz. Ahogy mondtam a videó elején, Szerintem nagyon szerencsések vagyunk, mert rengeteg választási lehetőségünk van. Például ott van a Saramoniknak a, a wireless rendszere, vagy ott van a Rode Wireless Go, aminek kettő transmittere van, ami azt jelenti, hogy kettő olyan gépet lehet használni egy receiverrel, amivel mondjuk egy interjú esetben nagyon könnyen lehet a kamerára felvenni a két ember hangját magas videókban, interjú szenáriókban, ilyesmi videókban. Nézzünk meg még pár másik opciót, például, hogyha nagyon sok ilyen ked videót csinálsz, mint ahogy én is most beszélek hozzád, akkor lehet egy olyan setupod, mint a súr sure SM7B, vagy az MV7, vagy a Sennheiser MKH416 600-as, ezekről mind van külön videóm, és szerintem nagyon hasznos lehet, hogy mielőtt még eldöntöd, milyen irányba mész, ezekről is informálódsz, úgyhogy csak klikkelj rá ezekre a videókra ennyi a dolgod. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy hasznos volt neked ez a videó, és valamelyikekben találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!